pátaszéki székelyek baráti körének elnökével, Kismődi Istvánnal beszélgettünk az egyesület kezdeteiről, származásáról, a székely hagyományok megőrzéséről és arról, hogyan látja ő a fiatalok szerepét a hagyományőrzésben, valamint a székely baráti kör további terveiről. Hát kicsit meg is hatódtam a dolgon, mert ugye van ez a székely egyesületünk, a MÁNYINK, és hát csináljuk, amit gondoltunk, amit meghatározunk, amit elterveztünk, meg az alapszabályban van. De persze természetesen nem azért vagyunk, vagy nem azért csináljuk, hogy valaki is elismerje, vagy díjazza a munkánkat, hanem úgy érezzük, hogy nekünk ez belső késztetés, és ezt csinálni kell. Tamási István Éjboly néni, az már 1970-ben megalakította a Székely Asszony Kórus nevű társulatot, holott férfiak is voltak benne, sőt, zenészek is voltak az elején. Aztán ezek voltak, léteztek, persze benőttek a fiatalok a énekkarba, és akkor mikor kinyílott 89-ben a lehetőség, akkor gyorsan megalakultunk, elsőre nem sikerült. Másodikra már egész sokan voltunk a kultúrotthonban, noha mindig voltak rossz hangok, akik azt mondták, hogy a többi népcsoportnak a kárára akarunk, pedig semmi szándék soha nem volt arra, hogy valakit is félretegyünk, vagy elnyomjunk, nem ez nem szempont soha nálunk. Kismődi István azt mondja, a szocializmusban nehezebb volt megőrizni a székely identitásukat és elődeik tárgyi emlékeit is a párthatalom működése miatt. Nehéz volt. Hát az a baj, hogy ugye ez a pártpolitika is megosztotta az embereket, mert akik gyorsan beléptek, azok átálltak arra az oldalra, és akkor a saját fajtáját piszkálta, hogy milyen csúful beszél ez az ember, és nem szégyeli magát. És akkor hát az első látszatra ugye az volt, hogy azonnal levetették a székely szép népviseletüket, felöltötték azt, amit ugye a polgári emberek használtak. Aztán megtörténtek az első házasságok, akkor már nem lehetett olyan keményen tudatni senkivel, hogy ki hova tartozik. De ugyanez volt nálunk is, amikor megalakultunk, akkor ugye próbáltunk embereket becserkészni, hogy szálljanak be hozzánk, hogy legyenek az egyesület tagjai. Mindjárt azt nézték, hogy miféle ellenségeskedést szítunk most megint ismét, független attól, hogy szabad világ akar lenni, mi megint kiásunk egy csatabárdot holott. Szó sem volt sosem róla. Az őseink valahogy túlélték ezt, mi meg otthon a családban tudtuk azt, hogy hova tartozunk. Valamennyit sikerült átörökíteni, főleg azokat a ruhadarabokat, amiket nem adtak el, amiket nem téptek széllyel, azokat a eszközöket, néhányat, amit még sikerült hozni, ugye, mert az első kirajzáskor vagy kitelepítéskor, amit még Németh Kálmán intézett 1941-ben Bukovinából, ott meg volt engedve, hogy egy nagy ládába, egy nem tudom háromszor egyszer egyes ládába, amit tudtak, belecsomagolhattak, mást nem vihettek, mert románok se engedtek, azt elhozhatták, de már itt a bácskai meneküléskor, ami 44. október 8-án volt, ott már csak azt, amit hirtelen magukhoz vettek, azt hozták magukkal. Tehát igazából nem készültek fel se egyik, se a másik menekülésre, nem is beszélve arról, hogy nem először nem Bátaszékre jöttek, hanem az ország más részeibe. Úgyhogy nem sok minden maradt, de ami maradt, és ami mégis megmaradt, azok egy része itt látható a tájházban is. Elég nagy probléma ez a fiatal dolog, mert a székely nép az későn érő típus. Én is csak egyetem alatt jöttem rá, hogy hova tartozom, hogy nekem is kellene tenni valamit érte. Hát meg az van általában mondjuk egy faluhelyen is,
meg hogy kinyílott ez a világ, akkor még jobban, hogy valaki akar valamit, nem biztos, hogy helyben marad, hanem elmegy. És aki elmegy, az már úgy vehetjük, hogy el is veszett számunkra. Akik itt maradnak, azok gondolkodhatnak azon, hogy mennyire szállnak be hozzánk, holott a nagymamától még mindenki hallott, meg tudott dolgokat, és hogyha van annyi kurázsi benne, akkor jelentkezik akár a kórusba, akár a tánccsapatba, mert most szerencsére 16-ban megalakult ez a Székely Unokák tánccsoport, ami most úgy tűnik, hogy szerencsés csillagzat alatt van. Vannak fiatalok, illetve másoktól látjuk azt, hogy hol lelkesebbek az én korosztályom, akik ezt kell, hogy viseljék ezt a terhet, hogy beszervezzék és újra gondolják ezt a székelységet. Meg vannak néprajzi táborok, különböző versenyek, mesemondó. Hát volt, amikor mesemondóra tudtunk vinni 8-10 gyereket, úgyhogy ez szerencsés dolog. Viszont akkor máshol nem voltak sokan. Ez olyan változó dolog. Lassan kopik sajnos, ezt tudomásul kell venni. Nem szerencsés, mert én azt mondom, minden ilyen hivatalos megkereséskor, amennyiben elvesztik a székelységünket, akkor a magyarságunk is el fog veszni. A fiatalok már tudják azt, hogy nem arról szól a dolog, hogy valaki székely vagy sváb, az ember a fontos, és az embert a tettei alapján tudják legjobban megítélni, mi meg a tetteinkkel próbálunk bizonyítani, hogy semmi rosszat nem szándékozunk, mi csak a saját magunkat szeretnénk, és nem is azért, hogy másoknak megmutassuk, hanem az, hogy megmaradhassunk. Tehát nem azért táncolunk, vagy tanulják a táncot, hogy másoknak, hanem azért, hogy magunknak. Az énekeket is először csak maguknak énekeltek az asszonyok, és akkor rájöttek arra, hogy másokat is érdekelhet, és akkor jöttek, hogy kell indulni pályázatokon, meg minősítőkön. Úgyhogy én úgy érzem, Bátorszéken lehet, hogy rosszul látom, hogy Bátorszéken nincs semmiféle probléma, sem most, sem. Az én időmben már nem volt. És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki munkahely mellett egy székely baráti kör elnöke legyen? Kismődi István szerint egy stabil családi háttér elengedhetetlen ehhez. Rengeteg időt elvette. Elvesz most is, csak már tizenvalahány éve nyugdíjas vagyok, úgyhogy most már nem zavar a dolog. Otthon konfliktus van, de feleségem is székely, úgyhogy próbálkozunk kicsit csiszolódni, hogy lássa be, hogy ez nem az én érdekem, ezt a közösségért, és tényleg nem tudom igazából megfogalmazni, mert ez egy belső késztetés, amit vagy érez valaki, vagy nem. Én nagyon. Ugyanígy, hogy nem csak itt, hanem például szeretek kimenni Erdélybe, az a minden nekem. És amikor ott vagyok, akkor egész más világot élek meg. Rendszeresen megyek én Csíksomlyói búcsúra is, meg Bukovinába is mindig viszek, akiket el tudok csábítani, de van, amikor önként jelentkezők vannak, volt, amikor nem is tudtam. Hát először még nagy busszal mentünk, most már csak ilyen kis 9 vagy 14 főssel megyünk. Kismődi István úgy vélekedik a még előttük álló feladatokról, hogy van még mit csinálni, de ezt teljes erőbedobással és az önkormányzat segítségével szeretnék végrehajtani. Egyrészt megtartani az elért eredményeket, ez a legfontosabb. Kellene bővíteni az énekkart is, meg lassan lehet, hogy megint mehetnénk minősítőre. De felcsillant egy remény, hogy hát a Bátorszéken ezt a szobát, vagy nem ez, de egy ilyesmit lehetne egy saját fészekbe kialakítani, hogy hát ha lenne lehetőség egy úgynevezett székelyek házát kialakítani, mert székelyház az nem, hát ezek. Bátorszéken főleg svábok voltak régebben. Tehát egy székelyek házát kialakítani, és az egy nagy dolog lenne, hogyha lenne a saját fészkünk. Minden dolgot ugye ott rendeznénk, ott lehetne próbálni is, és akkor ott esetleg felállítani szövőszéket, akik akarnak szőni, megtanítani, vagy egy fafaragó tábort odahívni. Tehát mindent, amit mások nagyba csinálnak, azt lehetne esetleg kisebb személyzettel, kisebb közösségbe. Ez nagyon fontos feladat lenne.
99-től már rendszeresen kapunk. Legalább a kis működésünkre egy telefonhasználat, egy másológép. Tehát a kisebb postára, a kisebb dolgokra mindig kapunk annyi pénzt, hogy tudjunk létezni. Nem beszélve arról, hogy közben pályázunk is nagyobb dolgokról, de hát azok célirányosak általában. Hát természetesen azzal büszkélkedem, bár nem én kaptam, hogy hát ez a miénk. Hát ennek mindenkinek kell örülni, és hogyha átragad valakire is, vagy át tudom ragasztani másokra ezt az élményt, azt, hogy mi vagyunk, és csináljuk, és kell csinálni, akkor van esély arra, hogy fennmaradunk, és mások is átérzik azt, hogy... De hát szerintem van. Egy-kettő mindig van, tehát igazából még nem vagyunk elveszve, de jól jönnek ezek a dolgok. Egyáltalán én örülök annak is, ha valaki megdicsér bennünket valami miatt. Bukovinak közepiben van egy fa, senki se tudja, hogy mi termik rajta. Termik rajta hű.